az alkotó akaraterő, a szellem diadala, ahogy a polihisztor élete utolsó percéig adózott a tudománynak, az emberiségnek. Búcsú a napsugártól. Herman Otto akkorára szinte teljesen megsüketült. A környezete kiabálva kommunikált az idős tudóssal. 1913-ban szélütés éri. Az első jele a közelgő végnek. A csodálatos szónok szava akadozik, a szép gyöngybetűket formáló kéz remeg. Fején jeges tömlővel a kórházban fekszik, de az elszánt akarat nem enged a bajnak, újra tanul írni. A szép gyöngybetűk már nem térnek vissza, de a keze újra működik és dolgozik tovább. Másfél év sem telik el, amikor egy szomorú, borús téli estén a Múzeum körút és a Kossuth Lajos utca sarkánál, átkelésnél egy strávkocsi elgázolja. Talán gondolataiba mélyedve nem nézett körül, és már nem hallhatta a kanyarodó kerekeket. A mentőorvos szanatóriumba akarta szállítatni, de Herman Otto nem engedte. Vigyenek oda, ahova az egyszerű embereket. Sérüléseiből akár fel is épülhetne, de az idős szervezet másként dönt. A fekvés előhozza az oly sokszor elszenvedett tüdőgyulladást, és ezzel már nem tud megküzdeni. Karácsony másnapjának délutánján felkeresi Szili Kálmán, aki előtt végrendelkezik. Majd a két barát örökre elbúcsúzik. 1914. december 27-én felvirrad az utolsó reggel. Az ablakhoz mondja. Oda tolják. Búcsúzik a napfénytől. És fél óra múlva reggel 7:30-kor megáll a szíve. A ház falán emléktábla áll.